2001-ig csatába megyek. Ne, én nem úgy volt kávé, hogy hívják, Tigrist hozzal, baszki. Ajj. Tényleg azt akartad, hogy Tigrist hozzak? Igen! elmondottad a 2000-ig csatát. Így tönkretettem. Nyugi, lesz még millennium. Egyébként ez sem néz ki rosszul 40% chance-szel. Hol a papucsom? Nekem 50%. Hol a papucsom? Ezt már felvetted? A papucsom? Hol a papucsod? Igen. Ja? Igen. És megtaláltad a papucsot? Megvan. Egyes. Nagyon jó. 9 másodperccel vagyok bent a töltésben, 15 FPS. Ismét nyerekben. Nem dupla annyi, haha. Nyertél. Nem semmi vagy. Megnyertem az internetet. Aztán hétvégén majd időt kéne szakítanom voice box készítésére, már nagyon régóta hallgatom azokat is. Hülyeség. Te hol vagy? Mert mi? Mezőre TD vagyok, meg akarok halni. Medek által. Meg Orti által. Ilyesmik által. De még mindig nagyobb esélyem van itt valamit tenni, mint a városban ezzel. Juhu! Kacsa! 2000. csata! Juhu! Vége nem lesz piros az a szám se. Meg nem tudom, még 2000-nél, majd 2500-nál. Az 3000-nél már akkor... Van zajci! Kiszedtem a Panzer 1C, First Blood! Ah, de én meg lehet kísérni ezt a Crusader Panzer 4-et, hogy hát, ha találunk együtt valamit. Csak nem fogom őket beérni 23 km per órával. Hiha! Hát én érettségén így bejöttek a szerencsés számaim, tehát 23-ként voltam sorban, 9-es tételt húztam, azt... Ahhoz képest nem lett olyan nagyon felgeteget. Erre van szó. Moskos kis Wolverine. Malckocisz. Aha, bázisunkon van már az ellenség. A Wolverine életben maradt valamilyen varázatos úton módon. Hadd én kiszedem, nem érdekel. Igaz, hogy épp a seggembe jönnek a többiek. Ami tankjunk még van, az éppen seggbe támad engem. Panzer 1C incoming. Nem találom el, ő átvisz engem. Hát az... Hogy sem lehet annyit AT-2-vel? Ez egy méltó 2000-es csata. Gyönyörű volt. Szétrépelték a bázist. A Wolverine halhatatlan. Panzer 1C pedig képes átvinni ezt a szét. Az AT-nek van tollágyúja? Van egy 6 fontos, nem 6 fontos, 6 fontos az alapágyúja. 7,5. Valaki hessekbe fog előszakolni! Ujj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 j
Segbe ölt. Apa, na megint ez a Panzer Stufwagen 4C. Képes. Tösösösösös 4C. Igen, mert 5-ös szinten van neki egy tigris ágyúja, arra pont fel. Az ott mit játszik az UL-t? Az életét. Mindjárt segbe ölt. Ez milyen volt 2000-es csatának? Hogy? Csak mondom, hogy... Sebeztem 476-ot 5-ös szinten? Egyetlen ember, akit tudom, hogy ezért valami... Mondhatni, hogy emlékezetesebb csatája volt egy millenniumi, az fazekas. Neki is csak egy csatáját ismerem így. Panzeresek, ami nyár a békánk mögött lesz. Olyan gyönyörű festés van ezen a BDR-en. Azon a, azon a panzeresek talán, mint hogyha kis ágyú van, nem? Csak nem. Nem. Kilőtte az M7-et, a legveszélyesebb. Panzer 1C, wow! Hát ez gáz volt. Ne kezdünk ezt a Panzer Stufwagen 4C ágakkal. Nem akarom. Ezen kívül esélyes, hogy... Ja nem, várjál, ez az utolsó csatán, vagy még van egy hátra... Tényleg, ez egy Ádám. Hozzá!
Én. Mi csinálok itt? Hol vagyok? Ki vagyok? Hát ki vagyok teljesen. Kozák vagy? Én. Nem. Én nem. Kiváló. Mert. Miért? Vagy nem nagyon szeretem bejárkázni az e-mail címembe. Miscommunication. Kavaj. Nézd ezt a... Vagy... Én. Adam. Hát de most nem tudok rá mit csinálni. Hát baszki. Kérem azt e-mailre. Ott rejted az ópiumot. Kérdezd meg. Hát jó, már nem egyszer játszottam Half-Life-ot, szóval engedélyem már megvolt róla a jégemről. Hát igen, hogy a címembe lép be, nem az, hogy az e-mail címembe. E-mailre mindig írtam engedélyt. Meg először is írtam, szóval... Mennyi magyar van? Ott osztok. Ja. Akkor mehetek römszözni? Nem. Nem kozák. Én megnézed nem. Szépen a favin.ucos.hut és megcsinálod a Soulstormot. Nem is kell hozzá a többi nem játék, hogy nem akarod, akár is törölted őket, ne foglaljanak 10 GB-ot vagy nem tudom mennyit. Elég neki egyetlen egy kézé. És hogy nem mehetek römszözni? Én. Működik moddal, mindennel. Race unlock. Van. Baromi jó. Nézd meg, hát nincs is van a Sky. Hallod, Kozi, nincs menekvés. November 18-án. Te kívott. Ennyi. Mit csinálnak ott köszön? Köszöltök ezen a pályán TD-vel játszani. Jöjjön TD, amire nem mehetek hegy közelébe, mert a mutáns felső tornyom kilógna minden onnan, és remek célpontot nyújtana. Ejjó. És ameddig volt osztok, addig is, amíg nem mehetek versus-ni. Mert addig feltezed a Soulstormot azért. Ja, békén. Na majd legbékén tartozol nekem. Hát majd felrakom, fel fogom rakni, nem kell fosni. Reméltem, hogy játszhatunk. De érted, a héten kétszer feljöttem, hogy Pír 3, te akkor éppen videót raktál, felvettem utána, jó? Mondtam, hogy rájá, hogy spókolj meg, hogyha jössz. Egész nap fönn voltam, teljesen egy pókot nem kaptam tőled. Hova? Szóval... Utána már nem jöttem föl, mert fönn voltam mindig Steamen, valószínűleg szóval... azért nem pókoltak meg, mert nem lettem kész azzal, amit csináltam. Hát azért csak készítettél a feltöltéssel, meg az elkészítéssel egy két napon keresztül. Úgy emlékszem, hogy én elmondtam, hogy Soulstormozok, és hogy gyere te is. Hát de még nem volt megcsinálva, azért nem mentem. Á, melőnek! De... Pióó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 ó! Most Dávid, amúgy megszereztem izéket, kártyákat, nem tudom, láttad-e? Láttam. Firing Squad, hallod soha itt a komisszár? Meg, csak két soldier-t kaptam vele. Itt van egy kisebb clusterfuck a hegyen, de ne érdekeljen senkit. Meg izé... Erre nem számítottam 14 FPS, mert a reflexeim sem olyanok. Hogy mondjuk működnek. Bármi ilyesmi. Még valamihez nyertem amúgy kártyát, mert nem emlékszek hirtelen. Dávid, magadra vagy utalva. Már nem. Aztán... Mi? Az hm? Jó. Hm? Mi? Ja, mi volt a héten? Miből írtál? A héten még semmi, a jövő héten fogunk 5... 230 vagy egy sebzés. GG. Jó szar. Nem baj. A Steam-es akkodat én azért húztam a héten. Jó. Nőttél. Muszáj volt valamiről játszani, na. Szálltam a chatot. Tanulni kéne, Ádám. Én tanultam. Minden este 9-től 11-ig. Azért vagy ilyen friss a mikrofonban. Jó, szörnyű.
hát ennek rossz a hangja. Ami. Szóval akkor már te kölcsözni? Dávid, akarsz még kényszeríteni rám, hogy... Krisztel, úgyhogy ő van az én akkomon, én meg a tiéden. Akkor nem adom játszót. Hát egyszerűen senki nem adtam még meg a játszót. Hát persze, biztos megadom a játszómat. Így is könyörödnek már egész héten, hogy adjam meg nekik. Mert hogy úgy csalapom el, hát engem nem érdekel, nem az én akkom. Tehát a nasa olyan gyorsan, de az mint egy kávé, egy érdekes. Majd linkelteltem meg azt az oldalt, vagy aztán már letöltöm. Noon! A kávé együnk dél! Fúj! Dél! Fúj! Nem szereti a telet. Amúgy azért akartunk amúgy elkezdeni izélni. Táncolni? Mihezni? Steamezni? Így egymással, mert azt hittem, hogy neked is van cséd. Azt rá vagy feszülve, hogy tudunk cséd-ni, aztán rájöttem, hogy nincsen. Fun stories. Na igen, megyek vissza már időre. Na mit tetszik, egy fekete képernyőt látok fel. Isten állja már meg ezt a tankot. Mennyi XP kell ennek? Húhúhú, akkor nem, nem 5700, rosszul emlékeztem, az 12500. Titak eltűnt. És wormsozik. Mi az Isten? Csak a Steam-en wormsozik. Csak a teste. Én már nem mondok semmit. Vagy speaking. Like a boss. Következő meccsen tényleg betöltelek a tigrisem ágyújába. Tier 10 commands. Beautiful. Tudsz nekem is keríteni egy kocsaszkint? Abba? Annak? Vagy nem tudom, egy... Hogy hívták a harangozót? Quasimodo skint. Van egy harangtornyom is, nézem. Hopp. Csúha. Hau. Alonzi! Alonzo, holnap lesz új rész. Tényleg? Na? Hát én szerintem most, hogy már olyan szinten vagyok angolból, elkezdem a 63-as évadot megint nézni. 63-as évadot annól elkezdtem, de olyan volt, hogy amit le lehet tölteni interneten, az Ausztrál BBC, amiből hiányzik az összes fontos Dalek rész, Dalek epizód, és úgy nem is volt értem igazából folytatnom, plusz a magyar felirat valami katasztrófa volt, meg a sorozat minősége is, viszont kevésbé illegális forrásokból, mert már annyira régi, hogy a BBC-t nem igazán érdekli a copyright meg ilyenek, sőt maga is forgalmazza néhány oldalon. Meg tudom majd nézni úgyhogy angolul, esetleg angol felirattal. 63-tól az összes részt, 63-tól 89-ig, aztán majd megint elkezdem a modern évadokat. Mert a... Hogy így? Matt Smith. Na Matt Smith meg az új rendezői brigád az teljesen elvette az életkedvemet, meg a kedvemet attól a sorozattól. Annyira nevetségesen gyerekesek voltak az utolsó, az utóbbi évadok. Dávid, a kocsád miért állt meg? Keresek neked skint. Csatában vagyunk, Dávid! Nem mindegy. Viccelj már. Még is kijárhat, igaz? Csak szabadon. Várjál, akkor benyomom a... Menjem magától, tessék most őt. Automata kocsák, hová fejlődik ez a világ? Ping. Lag. Ezért jelző. Villog össze-vissza, fantasztikus. Hát majdnem. Close enough. V3002-emnek az oldala kemény dió, ezt tudjuk. Nem igazán látni. Nem szóltam, hogy hegynek megyek te. Mert én innen látom. És fél kilométerrel járok előtted. Most beállítom tényesen neked, és akkor majd... Lelöktek a hegyről. Tökéletes ter. Kérlek folytos. Hm? Van. Na, csak azt várom, hogy kivitelezd. Megcsináltuk. Nem. De... Nem.
KV1-es megy spottolni és rombolni. Főleg rombolni. Tudod, mert felspottolja, utána megöli. Tényleg nem igazán marad munkám. Nem jöttem lehet ráadni semmi. Előrébb megyek. Ott egy két KV1-es. Meghalt a KV1-es. Most két KV1 föltűnt a láthatájunk azért. De pont elmentek. Valószínűleg nem láttam volna rájuk amúgy sem szóval. Ráláttál volna, mert én is ráláttam. Valószínűleg feladtam a spottolva. Beragadtam a falra. Innét hatunk. És akkor ki tudnánk segíteni a L2-es sörment. Aha. Mi az Isten? Hogy vittem át? Oké, újabb német kupola. Utána vonulj vissza. Megtetted, amit meg kell tenni. Ajaj, ajaj. Ajaj, ezek jönnek megtolni minket. Ajaj. PvP. Egyenlőses vagyok. Ajaj, hacket, siess. Légy a pajzsom. Nem látom valamiért. Bevadászom. A VK3 ezeket nem kacagva átvészbáromban. Az volt az ágyomenete, a legjobb helyen megültem. Ez volt az oldala, a legjobb helyen megültem. Ez megint az oldal volt, semmi különbség, de most átvittem. Maik. Maik? Maika. KV1. KV1, ne lőj. Ne viccelj már. Igen, ez teljesen logikus, egyszeresebb ez a... Ne adjuk meg a tankot. Az egy kicseszett modell. Tisztelt, Dávid. Úgy értem. Húzódj ennyire hát, nem tud megsebezni, ne... Haj már meg. Esetleg ha nem álltál volna meg, mindegy lett volna esélye arra, hogy kicsalogatod azt a szerencsétlentést oldalban, ami is meghal. Most már nincs erre lehetőség. Egyet esetleg meg tudok ölni, de ahhoz kész is. Figyelted meg? Úgyhogy van 45 mm páncélja. Végig ezt nem nyertük be, úgy. Nagyobb esélye volt, hogy őt tudom megölni, mint a 3200-emmet. Mennyi? Csak 3 vereségbe tellett ez. Ez a roppant. Bár lehet, hogy nem is nyerjük meg, sőt valószínűleg nem nyerjük meg a 50 HP-s VK3-2-en meg a 30 HP-s nashor megnyerik a játékot. Erre ennek látni az oldalát, 3-2-en mindjárt oldaladabbi, KV1 mindjárt oldaladabbi. A jó Isten hozzávág egy villámot. Jó. Nason felmászik és agyonveri. Nem fog belelőni, csak előkapja a kalapácsát, vagy ezt az ágyút megemeli és... Erről van szó, érted? Ez igen. Árrel teljesítmény Nasonnak pedig... nem tudom. Elég volt neki az auráját látni annak az árának. Full HP és Nashorn incoming. Gyönyörű játék. Ott a mi mini panter. Nashornunk eljeszkedik. Már csak
negyed óra is felvesz valamilyen pozíciót, onnan tud lőni. Gyönyörű játék, nason, meg vagy dicsérni. Ulap és KV1 megjelent a térképen. Valamíg mindig van egy 30 HP is nasornunk. Nasornunk tankolja a sebzést, mint akinek nincs holnap, hát most már nincs is. Gyönyörű játék. Sebzés nem vitt be. Lássuk a Wolverine. Hős Wolverine. Amorek és sérült torony. Nosor mindjárt őt is a falon keresztül dobja át. Nice game. Ugyan már. Ó, ez honnan került oda? GGGGGGG. Nosor mindjárt maga alá vizel. Izgalmában. Na, negyedik próbálkozás? Vagy ötödik? Már nem is számolom. 1, 2, 3... Ezt is kikaptuk. Ja, micsoda meglepetés. Mégül is többen voltunk, mikor kiestünk, mint ők. Már se látom. Például azt hittem, hogy battle-ben megy, úgyhogy nekem nincsen tankom. Tier 4-et tudatom kivették a játékból, tehát ott többé nem játszottak az emberek. Mégül is ideje volt. Szerettem az életképtelen tankvadászokat. Menj, Dávid, spottolj! Próbálkozok, nézd, ott van egy... Az elégben van a bázison, na mindegy. A D2-esünk meg a Churchill, hát egyesünk talán meg tudják állítani. Elbújtuk a Vespinket. Nem fogok odaérni, mielőtt megölik. Wow, David, szép volt, nem tudom, hogy lett erre, én meg nem, de nem is számít. Még jó, hogy a Churchillünk ott volt, hogy megvédje a tüzérséget. És továbbra is folytatja ősi helytállását. Jobb helyen nem is tudnám elképzelni a top tier nehéz tankunkat. Csak azt sajnálom, hogy a KV1-ünk nincsen mellette, hogy segítse. Még a végén előrébb mozdulnak a frontvonalak a mi javunkra. Kapjuk el a grizzlyt. Részemről nem úgy vélem, hogy be kéne vonulni oldalt és hátba támadni az ellent. Csak az a baj, nem nagyon húznánk sokáig, ha itt tennénk. Viszont a bázisunk sem fogja. Szóval az is a lehetőség, hogy én nem fogom fedezni a bázist. Te csúnya 85? Na hát az ellen nem sokat teltek. Hát én? Visszavonulok és fedezem a bázisunkat közelebbről, mert ez az ágyból nem lehet távolról fedezni. Megbízhatatlan.
szóval azok sokat kitukarnának. A közlebb jövök és fedezéként használom őket. A cruiser mégsem fogad olyan nikát. Reméltem, hogy valamire még lőhetek is az olyan meccsem. Ne gondolva, nem hát nem. Megyek a bázisukra. Nyílejest. Ők is mennek a miénkre. Na jó, megyek hátba. Na viccelj. Jó, van nekik még van 3-4 5 4 darab 5-ös szintű tankjunk, nekik van 0. Hm? Biztatok. Na. Noob team! Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Dávid, ha te is ott jössz, ahol most én vagyok, annak nem lesz semmi haszna. Ám én bemegyek. Éppen az asszul ez a tank. Nyilván. Ja. Trollágyú, elég ott már elém lőnél. Mondom, annyit ér egy forgótorony. Gyors vagyok, mint a villám. Csak azt sajnálom, hogy ez a Wolverine elben maradt. Ha az nem maradt volna, talán még döntetlen is lehetne, vagy győzben. Így nem lesz belőle semmi. Főleg, hogyha a mi foglalóink elhagyják a foglalási kört. Mardell 28T, meg vagy dicsérve. Most már resztelnéd, akkor se lenne belőle semmi. GGBP. Nem tudom, én nem tudom, hogy hol volt ebben jó csata. Esetleg a kávéjegyüknek volt egy kis. De a T18-oknak semmiképpen. A T82-nek sem. Nem tudom átlőni. Aha. Ilyenkor tölts repesztőszert hallod, ha elég a landstopet megsebzed, nem is kell leszakadnia, se csak kicsit besárulnia. Már az is annak számít, hogy reszeteted a bázist. Nem, azzal úgy cselszeteltem volna semmit, hogy cselcsélj egyet. Szeretnek. Na, hát akkor 4 vereség. Ne várjál. Meglepően kevés. Azon megy okom lelket. Na, nyomorultak. Indulnak. Tik, 4-es szintű csata. Na, azt a rohadt mocskos. Ilyen nincsen. 4-es szintű csata. Ja, hát ez csak köztem. Meg vagyok hatva. A kacsának van ilyen szar, vagy csak így ezek szerint. Örülök, hogy van egy epic panzerci az ellenség. Nem 4-es szintű, 4-es szintű van, a többi 3-as. Panzerci meg fog ölni 8 tankot. Dehogy is. 9-et. Azon gondolkodtam, hogy mit kéne mondanom, hogy és utána még, de semmi nem kicenzúrázandó nem jutott az eszembe. Legalábbis akarja a hulláikat? Köszönöm, Dávid, nem erre gondoltam, de ez se rossz. Valakit már lelántolt valami? T-70 elvesztette az iker fejét. A legtöbb ugratott egyet, ha jól sejtem. Az egyszerűen így megölmazzák a bázist. Ész. Ott jön az ő panzer egyszerűjük. Ah, Mr. Epic. Elviszi a panzer 3-unkat és a T-70-ünket meghalni. Becsalogadja őket a málnásba.
nekem itt merre kéne mennem. Nézd! Előttem három panzer C megy. Oh, ha itt átfordulok, akkor talán még le tudok adni egy lövést, Lali. Talán nem, mert van neki 300% kamója. És úgy fog elmenni előttem, hogy nem is látom. Ez nem tudom, hogy hogyan nem talált. Végülis csak úgy nézett ki, mint hogy a pont keresztül ment volna a tank a seggén, de végül is jó van. Eddig egy panzai cínket ölte meg menekülés közben. Nem rossz. Jön a panzára már. 124-es sebző bele sorozatvetővel. Vagy nehogy Isten, van egy kompetens M3D játékos az ellenfélnél. Ez a helyzet, akkor végünk van. Ez egy nem lerombolható faház. Az egy nem lerombolható fűrészmalom, vagy nem is tudom mi az Isten az. Ez pedig egy nem lerombolható M3D. Ja. Talán mégsem annyira. Igen, gyere elém. Kigyulladtam, hova menjek. Szerintem pont ott jó lesz, ahonnan kaptam egy golyót. Épp az imént. Eddig két kije van. Számoljuk a 6-3 az állás. Jó, tudni, nem csak ő kompetens, illetve nem csak egy inkompetens van itt. Tehát, mert egyszer meglőtték, azóta arra felölövöldözik traumából. Azt a campestet, ami az ellenséges beállásom, nem semmi. Mondjuk kaptak vagy 200 000 TD-t. Végül is meg tudom érteni. Lássuk arra, hogy így rálátok ki. Talán. Sajnos ez nem sokat változott a helyzetünkön. Jó, az nem tudom. Tudják, hol vagyok. Kiszedtem a klónodat, Karvaj. De gonosz vagy. Jó van. Mi az? Marder 2 ráadásig. Az lett rajtad is van. Ahol én itt láttam, és ott a Epic Panzer 1C. És mindjárt barátom valamit. Azzal nem sokat tudok kezdeni a játékbe. Sajnálom. Beszpottan éppen feltudtam a Mardert, más nem nagyon tudok vele kezdeni sajnos. Szomorú, de ez van, Panzer egy C-t éppen átvág. Ott, talán. De az esélyünk van. Csináltam itt a Marderrel, ami papírból van is. Mert fel kell mennem hozzá. Oké, M37 ahelyett célozna, inkább futkároz. Menj a TD-zér, sőt menj be a bázisukra, úgyis van. Nagyszerű. Nem vettek köbben egyet, mert ezt most már az semmiért. Anyád!
Igen, majd 80 kempelnek a bázisokon, köztük egy nehéz tank is. Már a DV2 az az ágyú, ami van inkább. Tényleg TD, egy nehéz tank. Lopós kurva, M2 medium. Na tovább, nem az most már nem annyira. Összetart a csapat, én a Marder 2-t akarom kivégezni. Kár, hogy a csapat nem tart össze, tehát... Nem, az Alektor az kinyírja a Panzer... Na, Panzer 1-től kinyírja az Alektor, nem? Egy HP majd benne. Meglepne, hogyha... Igen. Erről van szó. Harmadik kijel is minek, sajnos már csak 5-öt szerezhet. Az M37 pedig, nem tudom, be akarja foglalni az ellenséges bázist. Egyszer csak fogta magát, rájött, hogy jön, na hát én nem is tudom, hogy kell ezzel játszani, inkább megyek meghalok. Véletlenül se segítsem a csapatot. Nem, játszana, játszik még két, hogy hívják az. Még két altival játszik, a Bisonnal meg a Sexton 2-ből. Nagyon dicsiált el a dolog. Panzer céljukat a Sexton, is... ja, Sexton 2 nyert. Na hát, és már csak én maradtam. Kolobanov, valaki? Nem tudsz állát, Mikor. Köszönöm, hogy szólsz. Már azt hittem, hogy igen. Tudsz állát? Wow. Jó. Hoppa. Vagy neked minden egy lövés ott. Mögötted van az összes, úgyhogy ne arra nézzél. Hallod? Aha. Még egyre nem jöttek értem, viszont a puzzle egyszerűen valami olyan parálatos módon fog engem bekeríteni, hogy nem is fogom látni, hogy megtette. Szóval erről ennyit. Esélyem nincsen. Ugye vagyok. Menj a bázisuk fele. Azt mondod? Ja. Mi baj, száramaszat végül csak be fognak keríteni. Ja, így is, úgy is. Na ha eljössz, akkor meg hátulról jönnek. Hát most akkor... Igazából már teljesen mindegy, legyünk túl rajta, igaz, Dávid? Jaja, max felzel egy két altikért még ottan. Szektan ott, ott van az úton, úgyhogy. Nyolcassával el... Ah. Ota! Lepattantam róla. Ellőtte magát? Igen, láttam. Ennyi. Most már mindenki tudja, hogy jövök. Igen. A Bishon is ott van, úgyhogy... Nem, a Panzer egy cég foglalnak. Nem érdekel. Úgy sem érnék haza egyébként. Szedd ki a Bishon! Remélem az Epic Panzer egy cím, mert a másik ellen talán még van esélyem is. Nem, az Epicnek egy lövéses HP-je van. Ja, sose találnám el, amikor meg igen lepattannék. Az Epiceknek van ilyen pajzsuk ellenem általában. Na? Bishon? Ott a Bishon, tessék! Bellé! Úgy! És mint egy bot megyek tovább előre. Valakinek invader lesz. Tehát az DV2 az. Elég kínos lenne. Adtad az ejtő mögötted? Váladtam. Adtad a DV2 is, nézd meg, ó! Ó! A Panzer, a Epicnek lett annyi. Invédelje. Igen, csak neki volt annyi azt. Nem kezdett el keresgeni. Vedd meg! Az GGVP, ennél szerintem is lehetett volna. Foglalási pont! Ötödik vereség! De ez az 107 kill-t basztik. Sokat nem vigasztal. Hihetetlen. Legtöbbet utána, de én sebeztem, úgyhogy... Áll, de jó. Ha nem lenne tankászom, megkaptam volna erre a vereségre. Több is fél kaptam, mint amikor tankászt szereztem.
Sose lesz meg a te így egy heavy. Tudnám mire adott 72%-ot. Ja, ó, kacsa is van velünk. Hát ez szintű csata már megint. Te is itt kezdtél? Csak én kezdtem itt? Nem, csak én kezdtem. Na, a panzeres most... után négy szívesztettünk. Pász meg, velünk is van egy. Ja. Ideje nem csinálom semmit ezen a szaros pályán. Juhu! Ugyanis körülmegyek, ahol nem tenerem senkinek se babír. Jó, hogy valaki megy fölfele. Ja, igen. Na, szarni bele. Végülis az csak a pálya legfontosabb része. Persze, panzer esetben 4 szénk megy meghalni. Te is mész? Aha. Inkább maradj fent a hegyen, aztán hogy próbálnak foglalni, letidézzük őket a helyről, hallod? Vettem. Pain. Brains! Brains! Helyes vagy? Igen. Yeah. Nem kérdezte, mi hiányzik. Én megmondtam. Itt ez a ti hely... Várj, kidőltem ezt itt hát itten. De azt szeretném lefoglalni. Van nem nagy. Tessék. Köszönöm. Egyszer felspottolnak, utána kilőnek két adés. Nem is jó irányban érzek most jövök rá. Nos. Fákat írtok, hogy meg ne lássanak a mozgunk közvetlen. Elvileg az állófa is vagy ez, amíg a magasságodban van a lombja, de nem tudnám megmondani biztosan. De ha kidőltem, akkor az én magasságomban lesz a lombja. Igaz. Annyi hülyeséget hallottam már ezekről, hogy hogy működik a kamu. Én már semmit se hiszek. Úgy sem, hogy ez így nagyjából jó lesz, akkor hát a jó lesz. Aztán úgyis ki fognak szúrni, ha elkezdek lövöldözni, szóval mindegy. Na, de a végén nem, látok át, végén nem fog jönni ide semmi. Nem hát. De ott van ez, né? Tűzedő. Bá, ezt nem tudom, hogy hogyan vittem át. A varázsotos T46. A gyilkos T46. T34. Ennek nem lesz jó vége. Tajok spottolva. Csak úgy ráadásképp. A grille roncsát használtam esetleg fel ezeket, hogy megpróbáltam. Nincs itt semmi eleme, Hajomli. Churchy 3 van, mert TMS 4, vagy miről beszélsz? Ezek még ott vannak. Hát magamról beszélem, hogy nincs itt semmi, mert valaki 3 van. Na már fél ezer se... Opa! Kis kaliber, TMS 4 lesz. Igen. Hajjá, kávé. Melyek spottolni, like a boss? Látjuk őket, Dávid! Spottolni már nem kell csak lőni. Mi van? Én nem látok semmit. Nem láttam már senki, látod most a kávé, a csőcsi hálmat se látod. Csak
Churchyard-om az így nem tudom, hogy mi van vele. Menj közelebb vagy. Tudom is én. Ada! Mi a fedezékben van? Segbe tudod lőni, át is viszed. Hát jó, de lőjétek ki akkor T-34-et, hogy ne engem bambuljon. Dolgozunk rajta. Köszi. Tá! Ezt jó volt nézni. Van ágyud, Dávid. Na mindegy. Jó. Nekem így is jó. Valaki megölte közben. Ebből lesz egy esti matiné, vereségek, panzer... Mi az? Panzer és fel? Szomóan egy önnel. Na, tehát ez majdnem... Ez alig lett több XP, mint az előző vereség, épp csak duplázott. Köszi Szabolcsa. Támogatást. Hát, ahogy megnyertük, valahogy. Vége főcím.